Kedves versenyzők és felkészítők, köszönjük szépen az áldozatos munkájukat, a sok felkészüléssel töltött órát, próbákat, és reméljük, hogy a mai döntő is a korábbi évekhez hasonlóan kiváló és színvonalas produkciókat mutat be számunkra. A versenyhez és a szerepléshez nagyon sok sikert és örömet kívánok a magam és a Babits Mihály Kulturális Központ nevében. A Cinege Madár Tolna megyei népdaléneklési és népzenei verseny elődöntőjére a vármegye 12 településéről 39-en neveztek. Az áprilisi elődöntő után végül 19 versenyző mutathatta meg magát a döntőben is a szakmai zsűrinek. Vakler Anna népzenepedagógus, Szabadi Mihály néprajzkutató koreográfus, valamint Matókné Kapás Julianna néptáncpedagógus bírálta a produkciókat. A versenyre egyéni énekesek és hangszerek, valamint éneklő csoportok jelentkezhettek. A 9 éves Martini Lara, aki egyébként most lépett először színpadra, egyénileg indult, azt mondja, sokat készült a döntőre. Most lépek fel itt először. És milyen volt, milyennek érezted? Nagyon jó volt. Izgultál előtte? Igen, sokat. Mert hát egy héten nekem kétszer van órám citerából, és hát még volt olyan, hogy még próbára is kellett menjek. Letörött a uram kérje, ó, nyitatom meg hát érde, tán hívták törtött a kérje, még is megítatom kérde, tán hívták törtött a kérje, még is megítatom kérde, az karádi kertek alatt. A népzenei versennyel egyúttal a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál is kezdetét vette, ahová 3 napon keresztül várták a látogatókat. Azt hiszem, nem is lehetne kiváló felvezető műsorral ezt a nagyon szép hétvégét elindítani, mint egy olyan hagyományos rendezvénnyel, amelynek sok-sok év óta már a Babits Mihály Kulturális Központ a házigazdája. Ez egy olyan kultikus esemény itt Tolna megyében, amely nagyon régi időkre nyúlik vissza. Bogár Pista bácsi volt ennek az egész mozgalomnak a kezdeményezője, és egy másik számunkra nagyon fontos személy, Szabadi Mihály koreográfus, a Bartina Néptánc Együttes létrehozója, elindítója volt, aki annak idején ebből egy nagyon színvonalas népzenei versenyt hirdetett meg. Néhány év ugyan kimaradt, de én azt gondolom, hogy az utóbbi években egyre több örömteli tényként mondható, hogy egyre több versenyző indul el a különböző kategóriákba. Ugye ez egy népzenei verseny, van ennek hangszeres része, van ennek népdaléneklési része is, és általában több elődöntőn keresztül jutnak el azok a versenyszámok, azok a produkciók a mai döntőig, amelyek közül a legkiválóbbak majd a szekszárdi születi napok egyik délutánján láthatóak vagy a Vármegyeházán, vagy a Béla Király téren majd a közönség számára. 19 településről érkeztek mai nap is hozzánk versenyzők, produkciók, összesen 39 műsorszámot hallgathat végig egy kiváló szakmai zsűri. A népdaléneklési versenynek több évtizedes hagyománya van, még 1990 áprilisában hívta életre Szabadi Mihály. Hát az ötlet úgy lett, hogy valamit folytatni kellett, mert korábban, amikor még nagyobb volt a mozgalom a közművelődésbe, a népművészet felé, Hajdanába Bogár Pista, aki ebben az esztendőben lenne 100 esztendős, indította el azon a néven, hogy megfújom a furuján. Ezzel indult ez a népdaléneklési verseny, aztán hát az idő múlásával egy kicsikét
elcsendesedett a dolog, és a 90-es években én indítottam újra azzal, hogy Bogár Istvánról neveztük el, és kapta a Cinege Madár nevet. A 90-es években még 4-5 elődöntő volt a megyei után, mára csak egy lett, de hál' Istennek még ez is van. Látjuk, hogy apró gyerektől a felnőtt emberig mindenki van, korusok vannak. Itt épp most találkoztam egy bukovinai székely korussal. Tudom, hogy itt lesznek az egyetlen férfi korus a megyében, a muslincák. Nagyon készülnek. Bízunk benne, hogy sikeres lesz, lelke lesz a dolognak. Az együtt éneklésnek számos jótékony hatása van, mondja a szakember. Közösségépítő szerepe van, és hát a nemzeti kultúrát erősíti, terjeszti fiataloknak, és őrzi még az idősebbek lelkében is. Többféle szempont van először is, hogy milyen dalt választasz, olyan szempontból is, hogy azért a magyar népdalkincsnek mennyire értékes elemeiből válogatnak, aztán ki a saját egyéniségének, korának megfelelő dalt választ-e. És hát természetesen az előadásmód. A versenyen végül arany, ezüst és bronz minősítésekről döntöttek, és ismerték el az arra érdemeseket. A legjobbak pedig a szexádi születi napok Cinege Madár gála műsorában mutatkozhatnak be.